utolsó felkészülési mérkőzését Szidében, az egyik hotelhez tartozó sportcentrum center pályáján játszotta az Eto'o. Milan Svec bokasérülése szépen javult, így vállalta a játékot. Koronavetter és Hadviszont továbbra is hiányzott, és a virágkérő edző, Sven-Goran Eriksson csapat ellen Horváth Ferenc szakvezető, Rafa Wolfot és Pátkai Mátét is pihentette, mert ők az első bajnoki meccset eltiltás miatt amúgy is ki kell, hogy hagyják. Hajrá Győr! A Győri Eto'o FC Hanzongu RNF mérkőzés amolyan tapogatózó játékkal indult. A miénk kiugratásokkal próbálkoztak, de ezt lefülelte a kapus. A kínai bajnokság tavalyi hatodik helyzetje pedig oldalsó lövésekkel, de ezek nem hordoztak magukban komoly veszélyt. Egy szöglet hozhatta volna meg a győriek vezető gólját, de Völgyi beívélését Rudolf felül az utolsó pillanatban végül is kikotorták a védő. Horváth Ferenc azt láthatta, hogy enyhe mezőny fölére tett szert az Eto'o, amelyet a 10. percben Strescsik majdnem gólra váltott. Egy szép jobboldali akció végén a cseh játékos lőhetett, de labdája a kapus kezében landolt. Válaszként a kékfehér csíkosmezes ellenfelünk is a védelem mögé került, mint kiderült először és utoljára, de a beadás után a lövés erőtlenre sikeredett, pedig ez volt az eddigi legnagyobb zicser. Ezen a délutánon a győri csapat egyik legjobb Rudolf Gergely volt. Minden támadásban benne volt, remek passzok mellett szólókra is vállalkozott, itt azonban nem járt sikerrel. A kínaiak továbbra is az oldalsó lövésekben bíztak, ez volt a legjobb löket mind közül, de Kamenárnak itt sem kellett a labdához érnie. A 24. percben a félidő legnagyobb lehetősége maradt ki. Kalmár remekül ugrott a kis Strescsiket, de labdája 1 centivel hosszabb volt, hogy a kapus élet az. Ez az egy lépés sokszor hiányzott, így a főként mezőnyjátékot hozó első félidő gól nélküli döntetlennel zárult. A folytatásban a cserék miatt több támadó feladatot kapott George Camber került először helyzetbe. Dinyár hajszálpontos beadását nem sokkal fejelte mellé. Aztán Dudás Ádám szabadrugása került el a kaput. Jellemző volt a mérkőzésre, hogy alig voltak pontrugásai a feleknek. A játékvezetőnek szinte nem is kellett szabálytalanság miatt megállítani a játékot, néhány apró taktikai faltól eltekintve. 5 perc alatt pedig itt a harmadik lehetőség. Mevongo, Dudás, Kalmár, Andrics a labda útja. A beadásról azonban lemarad mindenki az érkezők közül. Ugyanez a túloldalról, itt a kapus előzi meg az érkező Kalmár Zsoltot. A második félidőben csak egyszer sikerült helyzetbe kerülni a Hanzongónak, de a lövés elcsorgott végül a bal kapufa mellett. Aztán a 70. percben a csereként beálló Varga majdnem góllal nyit. Rudolf ad parádés passz neki, de a kapus is jól jött és zárta a szöget, elakadt benne a labda, így első labdaérintésére nem tudott gólt lőni a szélső. A másik oldalt is frissítette Horváth Ferenc, itt Martínez vette észre azt, hogy kint áll a kapus, de a keleténél egy picit jobban alányult a labdának. A meccslabdát a 89. percben az Eto'o hagyta ki. Lipták indítása után Dinyár varázsolt a Varga fejére a labdát, de a kapus Újhegyjel a kapufára tolta. Így maradt a gól nélküli döntetlen a magyar bajnok utolsó felkészülési mérkőzésén Törökországban. Thank you.